Köszöntöm Önöket! A Kanizsa TV új két hetente jelentkező vallási magazinját, az Útmutatót látják. Adásainkban felkeressük a városban, illetve a vonzás körzetében működő gyülekezeteket, hogy megismerkedjünk a mindennapjaikkal és korunk aktualitásairól beszélgessünk a lelkiség felől megközelítve. Tartsanak velünk! Azt keressük, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt. Ez a gondolat volt a vezérfonala annak az összejövetelnek, melyen a városban működő vallási közösségek képviselői megállapodtak, havonta egy alkalommal ökumenikus találkozókat tartanak. Tösd el a szívünket, hogy hitelesek legyünk, hogy hűségesek legyünk, hogy kitartóak legyünk, és mindezt jó kedvel tudjuk a te dicsőségedre tenni, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hát Isten hozott benneteket ezen a közös találkozón és történelmi pillanatok ezek, mert azt hiszem, Kanizsán ilyen nem volt a ökumenén kívül. Az ökumenén nagyon szépen működik Kanizsa városában, sőt a vonzás körzetben is. Azt hiszem, hogy az ökumenikus imahét alkalmain mindenki láthatja azt, hogy milyen szép egységben tudunk ünnepelni, és hogy meg tudjuk ünnepelni azt, ami közös, és nem azzal foglalkozunk, ami elválaszt. Ugyanakkor, hogyha szeretnénk a programjainkat bővíteni, és kicsit időben is kibővíteni az együttlétek lehetőségét, akkor azt elő kell készíteni. Ez az egyik oka, ami miatt gondoltunk arra, hogy a lelkészek járjanak össze, illetve sűrűbben találkozzanak, lelkészek és papok. A másik pedig az az igény, amit tulajdonképpen Jézus főpapi imádságában olvashatunk, ami egy imádság, tehát így kezeljük. Tehát Jézus azért imádkozik, hogy mi egyek legyünk, ahogyan ő és az Atya egy. És hogyha belegondolunk ebbe, ez egy óriási kihívás. Aki Jézusnak az Atyával való kapcsolatát ismeri, vagy arra egy kicsit is rálát, az tudja, hogy elég magasra tette nekünk ezzel a létszet. Ugyanakkor, mivel ezért imádkozik Jézus, ezért ezt komolyan kell vennünk. Tehát, hogyha ő komolyan vesz minket ennyire, hogy kinézi belőlünk, hogy olyan kapcsolatban lehetünk egymással, mint ahogy az Atya és a Fiú egymással vannak, akkor nekünk ehhez a kihíváshoz és Jézus imádságához fel kell nőni. Mi az, ami nyugtalanít, mi az, ami örömmel tölt el? Az első összejövetelen sok más mellett a szeptemberben újraindult hitoktatás szervezési tapasztalatait vitatták meg a résztvevők, akik bíznak abban, hogy a kezdeményezés kapocs lehet a gyülekezetek, a közösségek és a hívek között is. Rengeteg híd van. Ugye ennek vannak történelmi hagyományai is, de családokon belül is, vegyes házasságokban, vagy rokoni szálakon, én azt gondolom, rengeteg híd van. És hála Istennek az már a történelem, hogy az egyházak egymás ellen fordultak, és tényleg azt keresték, ami elválaszt, vagy megkülönböztet, és most úgy gondolkozhatunk végre szabadon, nem csak lelkészek és papok, hanem minden keresztény, hogy mi az, ami bennünket összeköt. Kényszerít erre egyébként a világ is, amelyik olyan kereszténységet vár el, amelyik egységes és valami kontrasztot fel tud mutatni ennek a világnak. Gyakorlati tervek hangzottak el ezen az összejövetelen, mik fogalmazódtak meg bennetek, mire lenne szükség? Mindennek előtt erre a havi egyszeri találkozásra, amit rögzítettünk is hétfő este. Szép az a gondolat, hogy menjünk körbe, mindenki legyen vendéglátó, és mindenki legyen megvendégelt egy év során. És abban az egy-másfél órában, amit együtt töltünk, igazán alkalmunk nyílik majd arra, hogy az előttünk álló heteket, hónapokat megtervezzük. Valóban vannak közös ötletek, gondolatok, talán a legközelebbi a mártonnapi felvonulás, amit a gyerekeknek szeretnénk megszervezni. De már
ebben a csatornában igazán ez csak egy forma. A tartalmat azt mi hozzuk bele, de hogyha ez egy jól tartó forma, akkor ebben jól megfér a tartalom is. Az ötletet pár héttel ezelőtt Deme Dávid evangélikus lelkész vetette fel, de a kezdeményezés nem példanélküli. Makovicki Gyula szegedi tapasztalatairól mesélt, ahol korábban 12 évet szolgált. Igen, én még nagyon új vagyok Kanizsán, össze-vissza 2 éve vagyok itt. Ugyanakkor él bennem egy hiányjel és hiányérzet, mert annyira jók voltak ezek az ökumenikus lelkészi alkalmak. Ott is volt egy valaki református részről, Kati néninek hívták lelkész, aki ezt az egészet megszervezte és összetartotta. Sok pap és lelkész van Szegeden is, nem mindenki járt ebbe a közösségbe, senki nem volt rá kényszerítve, aki viszont jött, az szívesen jött, együtt imádkoztunk, együtt gondolkoztunk ige szakaszokról, és együtt tervezgettük a közös jövőt. Készülődés a lelkészi feladatokra. Az új tanévben Hella Ferenc református lelkipásztor mellett gyakornokoskodik egy végzős teológus hallgató, Bertók Dániel. A fiatalember már meg is kezdte a munkát a gyülekezet berkein belül. Én Balatonszőlősről érkeztem, ez a Balaton északi partján található egy ilyen kis 500-600 lelkes kis falu, úgyhogy hát mit érdemes rólam tudni, hát nagy családos ember vagyok, olyan szinte, hogy sok testvérem van, 2 nővérem, 2 bátyám és 1 öcsém. Édesapám ott gondnok, Balatonszőlősön, az egyik testvérem pedig presbiter, úgyhogy ilyen részen is kapcsolódunk a református egyházhoz. Hát az, hogy kerültem pápára, ez egy nagyon érdekes és jó történet. Balatonfüredre jártam konfirmandus előkészítőre, és ott volt egy nagyon jó lelkipásztorom, Miklós Ferenc tiszteletes úr, és ő indított el arra, hogy pápára menjek a gimnáziumba. A gimnáziumban pedig újabb olyan emberekkel találkoztam, akik arra irányítottak, hogy én teológiára menjek, mint a nevelőtanárom, mint az osztályfőnököm erre a pályára tereltek. És aztán volt egy ilyen kis megingás bennem 12-ben, amikor kicsit belekóstoltam az életbe, hogy én inkább élni szeretnék, világi egyetemre, buli, az életet kicsit megizleljem, de aztán úgy alakult, hogy oda kerültem mégis a pápai teológiára is. Hát mai napig ott vagyok, hogy nem bántam meg, hogy én oda mentem, mert amiket világi egyetemen megtapasztalhattam volna, azokra úgy érzem, hogy nincs szükségem, mert az életet amúgy is megtapasztalom mindenhogyan, még a teológián is. Úgyhogy. Ja, az egyetemen azért mindig az a legérdekesebb, ami a tanórákon kívül történik. Gondolom, ott is összekovácsolódott egy fiatal közösség. Mit tudtok egymásnak adni, akik ezen a pályán mozogtok? Hát ugye ott pápán ilyen 50-60-an vagyunk. Ez egy nagyon kis egyetem, és kis létszámmal működünk, szemben a világi egyetemekkel, ahol akár több száz, több ezer fő tanul. Hát a személyesség mindenképp. Ott van, hogy személyesen ismerjük egymást, akár barátságok is születhetnek, mélyebb barátságok, vagy kicsit ilyen felszínesebb barátságok is, de mindenképpen a személyesség az, hogy együtt vagyunk, egy közösségbe, akár egy kis teremben is elfér az egész teológia. Reggeli áhítatokkal szoktuk kezdeni a napot, ami szintén egy ilyen összetartó erő is. Ezt évelején a tanárok tartják, utána pedig a diákok tartják egymásnak, és ez is pont az, hogy a készülésben együtt éneklés, együtt imádkozás, ez mind-mind közösséget teremtő és közösséget erősítő alkalmak. Akkor azon kívül vannak ilyen zsíros kenyérestjeink, amiken különböző előadókat hívnak meg, és akkor az is ugyanúgy közösséget teremti, mert ugye nem kell több száz fős előadót terem, hanem akár egy kis teremben, ilyen 10-20-30 fős teremben is elférünk, és együtt tudunk lenni. Említetted, hogy vannak előadások is, akár a teológián belül, akár pedig úgy a nagyvilágból, mik azok a témák, amik téged foglalkoztatnak, vagy ahol úgy érzed, hogy neked dolgod lenne? Most ugye nagyon sokat foglalkoznak ezzel a menekült helyzettel és ezzel a bevándorló helyzettel, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy a keresztény ember ebbe hol áll. Hogy hitvalló keresztényként mit teszünk ezért,
emellett, ez ellen, ezek így nagyon foglalkoztatnak. Nem próbálok állást foglalni, mert keresztény emberként nem gondolom, hogy nekem ebben így most így politikai valóban tagozódnom kellene, hanem hogy a keresztény ember mit tesz ebben a helyzetben. Úgy gondolom, hogy ez egy hitvalló helyzet, amivel meg kell állnunk. Majd ezt mondta Isten. Nektek adom minden maghozó növényt az egész föld színén és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Legyenek mindez a tietek. Megérkeztél ide Nagy Kanizsára. Itt még olyan sok időt talán nem töltöttél el. Mik az eddigi tapasztalatok? Azért ezt megkérdezném. Tapasztalatok? Nagyon jól érzem magam. Ahova kell mennem, oda mindenhol a percek alatt eljutok, szóval nagyon kényelmes. Úgyhogy, még annyit nem tudok Kanizsáról, szóval nem az emberekkel sem találkoztam. Ugye eddig mindenki kedves volt velem, mindenki. Jó volt velem, ez majd a későbbi időkben még akár változhat, akár máshogyan is alakulhat, úgyhogy erre nyitott vagyok, próbálom felkészíteni magamat a különböző szituációkra, mert akármilyen helyzetbe sodorhat az élet, úgyhogy így állok reménykedve ezelőtt. Milyen feladatokat fogsz vállalni majd itt az egy év során? A feladatok az minden, ami egy lelkipásztor feladata. Itt az alapoktól elkezdve a hittanórák, bibliaórák, akkor keresztül az istentiszteletekig, és a különböző kazuális szolgálatokig, hogy temetés, esketés, keresztelés, mindenféle szolgálatban, meg hogyha valami még adódik, azon felül bármilyen szolgálat. Nekünk is új, ugye ahogyan ez Bertók Dánielnek, aki most 6 éves a pápai református teológiai akadémián, és ugye néhány évvel ezelőtt döntött ugye az egyházunk, hogy a fiatal lelkészi pályára készülő ifjakat úgy engedi ki, hogy gyakornoki évet is kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy minden területen, amilyen területe van az egyházközségnek, tehát mindenféle szolgálatban részt tud venni, és nagyon örülünk, hogy megérkezett, mert ugye hála Istennek hittancsoport is lett most 52, 130-140 gyerek lett úgy, tehát körülbelül a létszám ennyi még. Most lassan-lassan most érünk a végére annak, hogy összeszámoltuk, beosztottuk, sikerült megszervezni, sikerült elindulni, és ezen kívül, hogy most a hitoktatásban segít, már a temetés szolgálatot is már héten lesz neki egy temetése, amit ő fog végezni, aztán bibliórákat már délutáni bibliórákat a héten már ő végzi, és akkor jövő héten a hétvégi istentiszteleten ő fog prédikálni, ő fog szolgálni. Mint mondtam, nekünk mindannyiunknak új, tehát nekem is új ez a terület, én is most próbálom megszervezni, átgondolni, hogy mi az, amit ő tud végezni, illetve mi az, amit én át tudok adni, és igazából ez a fontosabb, hogy én mit tudok átadni, mi az, ami azért nem kellek. Biztos, hogy van ilyen terület bőven, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez így elindult, és hogy a püspök úr ránk gondolt, hogy ezt most, tehát ezt a rendszert mi is kipróbálhatjuk, a gyakornoki rendszert, hogy így mondjam. Néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt volt lelkész szentelés, és akkor mondták, hogy a Dunántúl megtelt. Ez azt jelenti, hogy azok a gyülekezetek, ahol lelkészi állás van, és ahol mondjuk azt, hogy el tudnak tartani egy lelkészt, egy gyülekezet, egy közösség, mondhatjuk azt, hogy szinte minden helyre került már lelkipásztor, és egy olyan irány van, ugye ahogyan öregszenek a lelkipásztorok, ugye nyugdíjban mennek,
akkor ugye az ő helyükre egy újabb, tehát magyarul őrülnek helyek, és talán most sikerült egy olyan egyensúlyt kialakítani, ahol el lehet mondani, hogy talán több lelkész végez, mint ahány hely van, és ezért is jó ez a gyakornoki rendszer, hiszen még mondjuk egy évvel tovább tanulhat a teológián a leendő lelkész, és akkor tulajdonképpen úgy kerül ki a gyülekezeti szolgálatba, hogy a gyakornoki év alatt mindenből csipegethet. És látta Isten, hogy ez jó. Én is régebben az egyháztörténelem útján jártam, úgy mondjam, és egyháztörténelemből próbáltam kutatásokat végezni, és tanulni, és dolgozatokat írni. És hát elérkezett kb. 10 évvel ezelőtt egy olyan szakasz az életemnek, hogy nagyon fontos a történelmünk, a hagyományaink, de az, hogy most valakinek az életéről, egyháztörténeti jelentőségű személynek az életéről írjunk egy újabb könyvet, egy 20-valahányadikat, az nem biztos, hogy mostani egyházunkat előbbre viszi. Tehát most azt gondolom, hogy persze vissza kell egy kicsit tekinteni, hogy akkor mi volt, ami mondjuk az akkori világban, az akkori helyzetben előbbre vitte az emberek életét, és az egyház életét, és most nekünk látnunk kell, hogy az X és az Y, meg már Z generáció, hogy őket hogyan fogjuk tudni megszólítani, de nem csak őket, hanem az embereket általában. Mitől lesz valaki jó lelkész? Hát az Úristen felkészíti rá. De hát egy ilyen jó diplomatikus válasz, de úgy gondolom, hogy az ember magától nem bírja ezt a szolgálatot. És ahhoz, hogy ezt bírja, ez meg kell kapnia az erőt felülről. És ha megkapja, akkor viszont jó lelkipásztor lesz. És azon Isten áldása van. Szakrális jelképek a környezetünkben. Nagykanizsán és térségében számos szentelmény található a templomoktól kezdve az emlékműveken át egészen a hegyi kápolnákig. Most ezek nyomába eredünk Kardos Ferenc néprajzkutató segítségével. Nagykanizsa egy nagyon szakrális város. Nagyon sok szentelménye van, sokféle szentelménye van. Részben abból adódik, hogy sokféle etnikai közösség és sokféle vallási közösség volt, van, és még lesz Nagykanizsán. A leszt azért mondom, mert hát már vannak kínai családok, vietnami családok is, de most ha a történelmi etnikumokra gondolok, akkor azért a horvátság, a németség, az itteni szerbség, tehát rátság, temploma már nincs, de azért kereszt emlékezik rá, görögség, zsidóság, cigányság, mind-mind hagyott szakrális emléket. Azért mégiscsak jelentősebbeket számosabban a katolikussághoz hagyott ránk, de azért nyilván a zsidó temető, vagy a református templom, vagy az EU-s templom is nagyon fontos, egy szakrális hely. Nagykanizsán nagyon sok szakrális emlék van, méghozzá kitüntetett helyeken vannak, és több mint 10 templom van, például kápolnákat nem is számolva, hegyi kápolnákat pláne nem számolva, legalább 30 kereszt állítódott itt a történelem során, ami hál' Isten most elég nagy arányban fel is újítanak, különböző egyletek, magánkezdeményezések, városi támogatásra is történt már ilyen. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sok szentelményről lehetne beszélni, de ha el akarjuk kezdeni, akkor talán a Szent Háromsok szobora a város szempontjából egyik legjelentősebb, másik pedig a Ferences templom, amely azért a középkori város történetre utal a tégláival, a falaival, a hangulatával. A Szent Háromság szobor pedig tulajdonképpen vándor szentelmény, mert hiszen végigvándorolta a város egy pár főterét, mire visszatért erre a főterére. A
mostani Erzsébet tére, Piasz tére, és azért tartom fontosnak, mert végül is ennek a Szent Háromság emlékműnek, szoborcsoportnak a legfontosabb mondani valója az a városlakói számára a városvédelme. Amikor állították, akkor elsősorban azért az egészség védelme, a járványuk elleni védelme volt, de hát mindenféle védelemről szó van, és minden városban, Budapesttől, Pécsig, Szegedtől, Nyíregyházáig azért a város központjában vannak ezek a Szent Háromság emlékművek. Többnyire azért barokk emlékművekről van szó, és többnyire kolera járvány, vagy pestis járvány, vagy valamilyen más tömeges járványos betegség idején állítottak föl, részben védelemű, részben hálából. Ma egy olyan világban, amikor nagyon sokan nem hívő emberek, nem vallásos emberek, vagy nem ismerik a kereszténység hitrendszerét annyira, meglepődnek ezeken a dolgokon, hogy azért még mindig vannak emberek, akik a kereszt előtt azért elmentőkben imádkoznak, vagy hogy például nem mindegy, hogy merre áll a kereszt, kinek a keresztje, ki miért állította, tehát ezeket mindig el kell mondani, és mindig akkor jövök rá, hogy érdemes beszélni a város olyan építményeiről, amik szentnek tekinthetők. Persze tágíthatnánk is a kört, hiszen minden szentelmény, ami valamilyen szempontból, ami megemlékezésre sarkal, tehát nem csak az egyházi szentelményekről beszélhetünk Kanizsán, hanem számos személyhez kötődő emléktábla, vagy ház történetéhez kötődő táblácskát is olvashatunk, és ezek is egyfajta szentelmények, mert ugye a szentelménynek annak alapvetően az a funkciója, hogy mi Istennel vagy a túlvilágon valakivel kapcsolatot tartsunk, mondjuk a Nagy Gáspár emlékműnél koszorozunk, vagy a Pékpárnál éppen a Pékpár teremben vagyunk, akkor azért én úgy állok ahhoz hozzá, és úgy állok oda a Paliház elé, vagy éppen ide a Deák térre a Gáspár emléktábla elé, Deák Ferenc emlékműve elé, hogy azért rá gondolunk, és mint a vele akarnánk beszélgetni. Ez ugyanaz az a mozzanat érzelmileg, mint amikor odaállok a keresztelés Istennel akarok beszélni, vagy amikor minden szentekkor a őseink sírjánál, dédapám sírjánál a dédapámmal akarnék inkább beszélni. A szent dolgok, tehát amik Isten személyhez kapcsolódók, azok nem csak a katolikusságé. Katolikusságé abban más, hogy ott csomó tárgy dolog nem szent, nem Istenhez, Jézus Krisztushoz, hanem valamelyik szenthez, kitüntetett szenthez kapcsolódik. De a szenthez, Istenhez, Krisztushoz való kapcsolat, maga a Biblia is például, vagy valamilyen ábrázolás, az van az evangélikus református templomban is, az hetednapos adventisták emlékein is, ahol volt ez egyébként ez a konferencia annak idején. És azt gondolom, hogy bár különbözőek a felfogások, de az mindegyikbe közös, hogy az, akire emlékezünk, az egy szent. Abban az értelemben, hogy az élet példája követendő. Tehát a visszakanyarodok, hogy a Deák Ferenc élet példáját tiszteljük, és nem a fizikai ábrázolását tiszteljük, amikor oda megyünk, ugyanúgy, mint a Szent Ferenc szobornál, vagy mint az alsó templom rengeteg más szobránál. Az alsó templomban érdekes, hogy a Szent Elvis tartó az egy muszlim szentelményből lett keresztény szentelmény, mert hiszen egy muszlim sírkőből lett éppen Szent Elvis tartó, például ilyen is van Kanizsán. Rengeteg dolog jutna eszembe az embernek, hogyha végigmenne utcáról utcáról, vagy házról házról, mert például Magyar utca elején is van egy ház, ahol van egy kis Szent András szobor, hiszen a kötélverőknek ő volt a szentje annak idején. Több házban, Kiskanizsán ház, van olyan fülke, ahol Mária szobrocska van például, vagy a kertben van egy kereszt, egy emlékkereszt, valami gyógyulásra, vagy valami háborúval visszatérésre emlékezvén. Tehát rengeteg
szent dologról lehet beszélni. És ha valaki azt kérdezi, hogy ma miért fontos ebben a világban erről beszélni, amikor is itt annyi probléma van, annyi háború van és annyi szenvedés van, inkább azokról kéne beszélni többet. Én azt gondolom, azokról elég sok információnk van, elég az internet és a média elég sok dolgot elénk hoz a rossz dolgokból, és éppen abból van kevés, amiből töltekezhetnénk, amiből példát meríthetnénk, amiből erőt meríthetnénk. És ehhez az oldalhoz tartozik ez a sok emlék, ami itt a városban van. Mondom, minden egyes eszmei hozadékával. Kedves nézőink, az útmutató első adásának végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!